5-3-as győzelem egy káprázatos magyar góllal Ukrajna ellen a jégkorong világbajnoki nyitányon, ma Ausztria következik. Két válogatott jut fel a világelitbe, a startról és a kilátásokról a MOL Ligában elődöntős Újpesttel szerződést hosszabbító vezetőedző szakmai igazgató Szilasi Zoltánt kérdezzük. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó érzés ezt a VB-t úgy nézni, hogy úgy vagy újpesti szakmai igazgató, a szakmai munka felelős, hogy már szerződést hosszabbítottál? Nyugodtabb? Esetre, igen. Min múlott ez? Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor volt benned is bizonytalanság, szívesen folytatnád a munkát. Hát itt volt azért egy komoly csábítás is. Miért álltál ellen a DVTK hívásának? Megtisztelő volt a bajnok hívása. Nyilván sokat gondolkodtam, hogy itt a család is abszolút fontos tényező volt, hogy mennyire vagyok távol a családtól, vagy esetleg jönnek velem. De a legfontosabb szegmens ez a sportigazgatói pozíció, ami egy hosszabb távú munkát feltételez Újpesten. Azt gondolom, mindenki szeret nyugodtabban dolgozni, illetve én egy ilyen építkezős edzőnek tartom magamat, tehát struktúrát, stratégiát építeni azt szeretek, remélem tudunk is majd, úgyhogy mindenképpen ez volt a döntő tényező. Jövőre mire lehet képes a csapatod a MOL Ligában? Minden évben erősebb a liga, meglátjuk, mennyivel lesz erősebb a jövő évi MOL liga, mint ami most volt. Ugye a Vas Jankó alá is írt 2 évre Miskolcra, úgyhogy folytatódik az a tendencia, hogy nívós magyar válogatott játékosok jönnek a MOL ligába. Tehát már egy Vas Jánossal erősebb a MOL liga. Megnézzük, hogy milyen igazolások lesznek, ugye a Debrecen az brutálisan beerősít a pletyka szerint. Illetve hát nálunk a legfontosabb az, hogy a magyar anyagot egybe tartsuk. Ugye a mai friss hír, hogy a Benk Andrész is hosszabbított nálunk, Nemes Benji is túl van ezen, Hegyi Ádám is túl van ezen, többiekkel is jól haladunk. Magyar posztokon is szeretnénk erősíteni, illetve hát majd meglátjuk, hogy a légiós piacon mit tudunk találni, illetve hát a Nylon nagyot honosítani szeretnénk a nyáron, úgyhogy plusz egy légióst fogunk tudni hozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy zombosabbá fogunk válni jövőre. Na most Zolik, Benk András nem ütetett, hosszabbított, két játékosod ő, illetve újoncként Csányi Karol tagja a válogatottnak. Nem lepette meg, mit vársz tőlük? Nem lepett meg, ugye mind a két srác nagyon jó szezonon van túl. A Benki az minden szövetségi kapitánynál alapember, ez nem véletlen, őt bármire lehet használni. Magas energia szinten, hihetetlen alázattal végzi a munkáját, tökéletesen alkalmazkodik mindenféle játékrendszerhez. A Karol pedig ugye ő egy új generációs fiú, nemrég lett honosítva, most már a 3. szezonja így a válogatott környékén végre sikerült átlépnie a lécet. Tökéletes játékos, ember hátrányban, illetve az energiasorokban hihetetlen fizikai adottságokkal, úgyhogy nem meglepetés számomra az ő jelenlétük a VB-n. Tartottál-e a házigazdák elleni VB debütálástól? Milyen veszélyei lehettek ennek, ha arra gondolunk, hogy azért az ukrán csapattal kapcsolatban fejest ugratunk a sötétségbe, teljesen átrendeződtek, szakítottak a háború miatt a KHL-el a játékosaik, szóval milyen veszélyek voltak? Hát minden első meccs egy VB-n nehéz, de azt gondolom, hogy ez nem volt veszélyes meccs számunkra. Nagyon nagy fölényben játszottunk végig a 60 perc alatt, időkérdése volt, hogy mikor törnek meg fizikálisan, tehát nagyon komoly tempó előnyben voltunk. Abszolút a szisztémában maradtunk mínuszban is, ez nagyon fontos volt, és utána pedig a kreatív embereink, akiket honosítottunk, ezért honosítottuk, hogy effektívek legyenek, de azért ne feledkezzünk meg arról, hogy eredeti magyar gólok is voltak az elején, és ugye az említett srácok, a Benk, Csányi, Terbócs, Magosi, Nagy Krisztián hihetetlen energiákat hoztak a meccs első felébe, ők teremtették meg annak a lehetőségét, hogy a kreatív embereink gólokkal tudják befejezni az akciókat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis meccs volt. 50 fölött lőttünk kapura, tipikusan az a szituáció, amikor esélyes vagy, és nehéz megtalálni az utat az ellenfél kapujába, de hál' Istennek sikerült. Megvan a nyitó győzelem, azt is tudhatjuk már, hogy melyik lesz a VB leggyönyörűbb gólja? Hát az Isten nem volt csúnya, ez tényleg. Hát még lehetnek szép gólok, de az biztos, hogy top gól. Igen, hát a Bartalis varázsgólja szerintem szépségében igazából ellentétbe állt magával ezzel a meccsképpel, mert ez, ahogy te is mondtad, ez egy ilyen munkás, izzadságos, türelmes győzelem volt, igaz? Igen, ezért jó kémia ez a csapat. A Csernó nagyon jól érzi azt, hogy kell összerakni egy csapatot, hogy mennyi
kreatív embered legyen, és elegen vigyék a hangszert is, a zongorát is. Ugye, amit mondtam, hogy megvannak azok az embereink, akik energiát hoznak, és ugye vannak ilyen zsenieink, mint az Isti, aki egy ilyen lehetetlen helyzetből ilyen megoldást alkalmazott. Ugye ez, én azt gondolom, tanítani nem nagyon lehet, ez vele született genetikai dolog, de ugye azért ott a Vili, Hári Jancsi, Sebők Balázs itt sincs, tehát megvannak azok a kreatív játékosaink, Denzer, Osszarauer, akik az ilyen szituációkat így tudják megoldani, mint ahogy most az Isti csinálta meg. Ránézzünk erre a válogatottra és erre a keretre, akkor tényleg igaz lehet az, hogy nem feltétlenül papíron egyenként a 22 legjobb játékos az a legjobb válogatott? Én azt gondolom, hogy az edzői stábnak igen, hogy ott voltunk nem tudom mennyi napot ebbe az edzőtáborba az U25-tel együtt. Itt eljutottunk arra a szintre, hogy nem a játékosokra szabjuk a taktikát, hanem a struktúrához keressük a játékost. És nyilván a laikus embereknek egy-két ember hiányozhat, de jelen pillanatban azt a struktúrát, amit mi játszatni szeretnénk a válogatott csapatokkal, ez a 22 ember gyakorlatilag tökéletes megoldás erre. Na most, Zoli, azt nézzük meg, hogy ha ezt az első találkozót kritikusan is figyeljük, akkor azt mondjuk, hogy a támadásépítés, a védekező harmadból való indulás az talán nem ment még olyan jól, mint ahogy kellett volna. Volt egy pihenőnap, ma lehet javítani, lehet gyakorolni az emberelőnyös helyzeteket is, következik Ausztria, amelyik nagyon szoros meccsen kapott ki a végső győzelemre és esélyes kazakoktól, egyetlen góllal is mentek is az egyenlítésért. Ma milyen mérkőzésre számítasz ellenük? Ez egészen más lesz, ugye egy más stílusú csapattal fogunk játszani, stílusban sokkal közelebb állnak hozzánk, mint az ukránok. Ugye ez a volt szovjet utódállamok inkább húzogatnak, keresztbe játszanak, nem annyira agresszívek, nem annyira fizikálisak, mint mondjuk a mai ellenfél, de megmondom őszintén, hogy talán ez jobb is így nekünk, mert sokkal észak-délibb irányú lesz ma a játék, és ez nekünk is jobban kedvez. Én azt gondolom, fizikálisan föl vagyunk készülve, maximálisan, úgyhogy ismerjük is az ellenfelet, ugye az Ebelből jó néhány srácot láthatunk nap mint nap ellenfélként, de egy nagyon kemény nyílt parti lesz, én azt gondolom, azt fog ma nyerni, aki a saját kapu előterében sokkal agresszívebb lesz, ugye ebbe volt talán egy kis hiányérzetünk a ukrán meccsen, hogy túlságosan puhák voltunk a saját meleg zónánkban, ott kellően agresszívek leszünk, sőt brutálisak, akkor az nagyon sokat fog segíteni a kapusainknak, illetve hát a másik kapu előtt is legalább ilyen határozottan kell nekünk ott a kipattanókon érkezni, illetve a ellenfél kapu előtti panorámáján dolgozni. Na most az osztrák után majd Dél-Korea, Lengyelország és Kazaksztán lesz a meccs sorrend. Mindet egybevéve ezt a mait nevezhetjük kulcsmeccsnek? Igen, mert ez a soron következő. Utána meg majd megint a soron következő. Szóval lesz még néhány kulcsmeccs. Ez mind kulcsmeccs. Tehát itt nem szabad maradékmeccsekbe gondolkodni, csak a soron következőben kell gondolkodni. A stáb is így tesz, a játékosok is így tesznek, semmi más nem létezik, csak az osztrák meccs. Na most az első teljes meccsnap meg a folytatás alapján, tehát az első hétvége alapján tartható az, amire számíthattunk előtte, hogy ez a bárki-bárkit ver világbajnoksága? Összes, amióta ez a rendszer van, ez a divízió 1A, ugye itt kettő megy föl, egyesik itt, bárki följuthat, kieshet itt tegnap, ugye a Korea megütötte a Kazasztánt, tehát azért mondom, hogy csak egy meccsbe kell gondolkodni, az adott ellenfélből maximálisan fölkészülni, az arra kitalált szisztémát pedig tökéletes alkalmazni, és akkor sikeresek lehetünk ma. Ha ezen túl vagyunk, akkor ráérünk foglalkozni a harmadik meccsen. Na most ugye erre a meccsen rápihenhettünk, nem úgy majd az utána következőre. Ez a fajta VB rendezés, ez persze mindenkinek ugyanolyan, de milyen nehézségeit vagy milyen hibáit látod? Nem, eléggé fura időpontokban is vannak a mérkőzések, ezek a pihenőnapok, meccsnapok is furán ütemeződnek. Igen, ami érdekes, hogy az ukrán meccs hazai csapat egyből az első nyitó meccset rakatta magának, ez furcsa. Általában a rendezőnek megvan az a privilégiuma, hogy a második meccset szokta olyan 4-5 körüli meccskezdéssel, mert akkor időben ágyba tud kerülni a játékos, tehát nem az utolsó meccs, de nem is a korai, mert ez ilyen matiné jellegű meccs, nincs meg az a napi meccsrutin,
nem tudsz átmozgatni, ha egykor kezdesz, ez érdekes volt. Ma ugye este játszunk, tehát e tekintetben a mai napunk az tökéletesen fog működni, viszont nagyon későn fogunk ágyba kerülni, a dolgozik a fiúba az adrenalin, tehát ilyen kettő fele fognak elaludni, ugye jól kell lenni, rengeteg folyadékot bevinni a meccs után, hogy már a következő meccsen ne legyél dehidratált, a regeneráció minél jobb legyen. Mindenünk megvan a regenerációhoz, a jó szakemberek ott vannak a srácok mellett, az edzők tudják, mit kell csinálni, a játékosok profik, tehát ki fogják hozni a maximumot ebből a helyzetből is. Mondom, azért nem kell vele foglalkozni, mert ma nagyon fontos dolgunk van. Ha ez a meccs lement, akkor utána jön a regeneráció és a következő meccs, de fizikálisan biztos nem fog nekünk ez problémát okozni. Hát reméljük, hogy így lesz. Zoli, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.